Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja, Istenek népe! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a fantasztikus napon folytatjuk a tegnapi üzenetet, legalábbis bennem, az én szívemben ezek összekapcsolódnak. Egy fantasztikus üzenete várunk, de elkezdjük egy imával. Drága mennyi atyám, köszönjük, hogy bennünk élsz, hogy tanítasz és hogy formálsz minket. És köszönjük, hogy te vagy a mi drága apukánk. Te vagy a mi szerelmünk, te vagy a mi Istenünk, és mi pedig a te fiaid vagyunk, és a te lányaid a Jézus nevében. És a te szolgáid is vagyunk és a te barátaid is vagyunk. És legyen meg a te tökéletes akaratod, ne az emberi akarat. És kérlek, kedves drága Szent Szerám, hogy vezess minket. Mert a te vezetetésed szükséges ahhoz, hogy bármi is sikerüljön az életünkben, bármiben is megcselekedjük a te akaratodat. Kell hozzá a te vezetésed a Jézus nevében. Amen. A mai üzenet címe Inspiráljon az ő példája. Az Efézus 5.1 azt mondja, Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Amikor megvizsgálod Jézus életének és tanításainak minden aspektusát, és tanulmányozod, amit tett, a szavakat, amiket mondott, és a csodákat, amelyeket cselekedett, és az életeket, amiket megváltoztatott, akkor az ő példája inspirálni fog téged. Soha senki nem beszélt úgy, mint Jézus. Szavai nem csak hitét, reményét és szeretetét mutatták be, hanem szavai ugyanezeket át is adták az ő hallgatóinak. A János 10.30-ban Jézus azt mondta, én és az atya egy vagyunk. Egy másik alkalommal azt mondta, én onnét felülvaló vagyok, én nem vagyok-e világból való. Nem csoda, hogy amikor a földön járt, a főpapok és a farizeusok annyira aggódtak növekvő befolyása miatt, hogy úgy döntöttek, szolgákat küldenek, hogy letartóztassák őt. Azonban a szolgák Jézus nélkül tértek vissza. És amikor kérdőre vonták őket, a válaszuk nagyon érdekes volt. Azt mondták, hallottátok, ahogy beszél? Mi soha senkit nem hallottunk úgy beszélni, mint ezt az embert. Gondolj bele, hogyan szólt szavakat, és ennek következtében hogyan történtek nagy csodák. Azt mondta Péternek és az ő munkatársainak, akik egész éjszaka fáradoztak és mégsem fogtak semmit, hogy a mélyre és vessétek ki hálóitokat a fogásra. Amikor ők levetették a hálójukat, nagyon sok halat kerítettek be, olyannyira sokat, hogy nagy nehézségeket éltek át, amikor a partra vitték őket. Milyen hatalmas csoda történt az ő szavaira. A Biblia feljegyzi, hogyan vendégelte meg szavak kimondásával a sokaságot egy kisfiú ebédjével? A multiplikáció erejét használta az öt kenyéren és a két halon, és több mint elegendővé váltak, hogy megvendégeljenek ötezer embert. Asszonyokon és gyermekeken kívül. Azt olvashatjuk a Lukács 7, 11-17-ben, hogy hogyan szólt szavakat és hozott vissza egy halott embert, egy özvegyasszony egyetlen fiát, az életbe, akit már az eltemetése helyére vitték? Mi a helyzet Lázárral, aki meghalt, négy napig el volt temetve és elkezdett bomlani? Jézus közvetlenül Lázár sírja előtt szavakat szólt, és Lázár visszatért az életbe. Elképesztő. Ezt a teljes beszámolót a János 11-ben olvashatod. Ez az a Jézus, akit szolgálunk. Úgy használt szavakat, mint senki más, és reménytelen helyzeteket változtatott meg. Beszélj úgy, mint Jézus. Ő azt mondta, az atyám szavait szólom. Tehát, mint ő, szólj szavakat az atyától. Szólt Krisztus szavait. Halleluja. Azt mondja, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Egy másik helyen azt mondja, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad mindörökké. Az örökké valóságban egyedül Isten létezett, és az örökké valóságban is Isten és a hozzátartozó dolgok fognak élni. Azt mondja, azt mondja a János Evangélium a első része, tehát a, tehát a János 1.1., hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Tehát kezdetben, mielőtt a teremtett világ létrejött volna, volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Aztán ezt az igét először, az igi, tehát az igének egy részét papírra vetették, az új szövetségi írók, azután az ige testélet Jézus közös formájában, és utána a maradék részét is papírra vetették, az új, új testamentumi írásokat. Ami nagyon fontos, hogy... Ezek a szavak nem csak ott voltak a kezdetben, nem csak ott vannak most is, és nem csak ott lesznek az örökkévalóságban is, hanem ezek a szavak adnak nekünk életet. Azt mondja, azt mondja a kolossé levél, nem, nem, a zsidó levélről mondja azt, azt, a zsidó levél első rész hármas verse mondja azt, hogy Jézus Krisztus az atya dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Tehát Jézus Krisztus a hatalma szavával, az kimondott igével tartja fenn a mindenséget. Előtte levő vers azt mondja, hogy aki által a világust is teremtette, és akit tett mindeneknek az örökös évé. Ezért nagyon fontos azt tudni, és annak a tudatában lenni, hogy az egyetlen, ami örökké való, az az ige. És minden, aminek az ige életet ad. Mi azért vagyunk örökkévalóak, mert az ige életet adott nekünk ez a föld elmúlik, és lesz új ég és új föld. És a Márk végén pedig azt mondja, azt mondja, azt mondja az evangelista, evangélium írója, a Márk 16. fejezetében, a 19-es, 20 -es, azt mondja, az Úr azért, minek a szólott valam nekik, felvitetett a mennybe, az Úr, Jézus Krisztus, és ült az Istenek jobbjára. Azok pedig, a tanítványok kimenvén, prédikáltak mindenütt, az Úr együtt velük, és megerősítette az igét a jelek által, amelyek követték. Amen. Tehát, amikor az Isten igéjét szólod, akkor Isten megerősíti azt. És az Isten igéjét, e, Isten igéjét tartalmilag kell megragadni, és nem pedig formailag. Tehát nem akkor sikeres az ige, hogyha pontosan úgy olvasod fel, ahogy Károli mondta. Használhatod az egyszerű fordítást is, vagy ha megértetted és a réma kijelentést kaptál az igéből, a saját szavaiddal is elmondhatod. Az új testamentumi írásokban többször idéznek ótestamentumi testamentumi igerészeket, és sokszor nem pontosan és nem szó szerint idézik. Szándékosan csinálja ezt Isten, hogy megmutassa, ő nem valami itt nem a szavak, vagy nem a szavaknak a formulája a szent, hanem a tartalom és a szellem, ami kijön vele együtt. Tehát nyugodtan ezt elmondhatod, ha itt többes szám első személyben van, vagy, vagy egyes szám harmadik személyben van, akkor egyes szám első személyben elmondhatod magad életére, és így tovább. A lényeg az az, hogy az ige tartalmát, a mondani valóját ragad meg szívből szívbe. És ez szólt ki a szádon. És amikor ezt teszed, Isten együtt fog munkálni veled, és megörösíti az igéket jelekkel és csodákkal. Amen. Jó, kedves testvérem, akkor most pedig el fogjuk olvasni, elmondjuk együtt a megvallást, jó? Mondjátok, kérlek, utánam az alábbi megvallást. Az élet, a gyógyulás, az erő és a győzelem szavait szólom. A szavaim helyreállítanak, gyógyítanak, építenek és áldanak. Isten szeretete, kedvessége, kegyelme, bölcsessége és dicsősége megnyilvánul bennem, és rajtam keresztül a világom számára. Jézus nevében. Amen. Halleluja, drága testvérem, én nagyon örülök, hogy a mai nap is velem tartottatok. A gyülekezeti tagok számára következik az ima utána pedig az imádoltár nyilvános mindenki számára. Ezekre várunk titeket szeretettel. Legyen egy áldott napotok, áldott hetetek. Az Úr Jézus Krisztus áldjon Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!